Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy napi horoszkóp. Holott ez a horoszkóp két napra szól, mert az energia az ugyanaz, nincs nagy változás. Április 10-e és április 11-e. Aldebarán az egy ilyen királyi csillag, és úgy szerepel, mint egy útmutató. Tehát, ha most bizonytalanok vagyunk, akkor ez a csillag segít abban, hogy megtaláljuk az élet utunkat, a feladatunkat, vagy lesz egy új irány, lesznek változások. Hiszen Aldebarán ez egy útmutató számunkra. És én is mutatok valamit, mégpedig az egyes jegyeket. De mielőtt indítanék, ha nem tudod azt, hogy melyik jegyben születtél a védikus asztrológia szerint, itt az a videó alatt megtalálod a tabellát, ahol utána nézhetsz. És én indítanék a kós jegyével. Itt mozog Uránusz bolygó. Hatása alatt vannak nagyobb változások vagy meglepetések. Itt mozog Merkur bolygó. Itt vannak cselekvések, lesznek kommunikációk vagy szerződések. Ami a szerelmi életet illeti, Mars és Vénusz bolygó, a szerelem bolygója. Mars a férfias energia, Vénusz bolygó a nőies energia, mindkettő a vízöntő jegyében van. És mivel a vízöntő jegye a levegő eleméhez tartozik, és a kos jegye a tűz eleméhez tartozik, itt megvan a harmónia, hiszen a levegő eleme és a tűz eleme barátságban állnak egymással. Tehát itt van egy jó hatás, szerencse a szerelmi élet területén. Viszont a hold most a rák jegyében van, a víz elemében, és az nem előnyös számunkra a kos jegyében születettekre, hiszen itt lesznek félelmek vagy bizonytalanságok, vagy valami, vagy valaki idegesít bennünket most a napokban. A bika jegye. A bika jegyében mozog Ráhu, a felfele mozgó kármikus csomó, itt vannak kármikus témák. Ráhu utal egy új életterületre, egy új irányra, és itt lesznek változások. Ami a kommunikációt illeti, és az érzelmeket, az előnyös a bika jegyének. Viszont a szerelmi élet területén vannak még bizonytalanságok, vagy félelmek, kell egy kis türelem, mire javul a helyzet. Mars bolygó energiát küld most a bika jegyébe. Ez lehet valaki, aki erősít téged, de lehet egy férfi is, aki közeledik hozzád. Az ikrek jegye. Az ikrek jegyében nem mozog most egy bolygó, tehát itt nincs mozgás, viszont Jupiter bolygó küld energiát kívülről az ikrek jegyének. Ez szerencsét hozhat, vagy egy bírósági ügynél előre mennek az események. Várható egy jó hír, vagy egy előnyös szerződés, hiszen Merkur az jó hatással van most az ikrek jegyére. Ami a szerelmi életet illeti, Mars, Vénusz a vízöntő jegyében, a levegő elemében, és az ikrek jegye szintén a levegő eleme, tehát itt van harmónia, mozgás és szerencse. A rák jegye. A rák jegyében van a hold. A hold itt jól érzi magát, hiszen uralkodik a rák jegye felett, és itt mély érzelmekről van szó. Ami a szerelmi életet illeti, ennek ellenére vannak még bizonytalanságok. És
ami a kommunikációt illeti, lesznek viták, veszekedések, félreértések, vagy egy szerződés aláírása, az most nem előnyökkel jár a rák jegyénél. Az oroszlán jegye. Az oroszlán jegyében nincs mozgás, viszont van külső behatás, hiszen itt tükröződik valami, ami a szerelmet illeti, hiszen Mars, Vénusz szemben áll a vízöntő jegyében, illetve szemben mozog. Azon kívül Jupiter bolygó szintén energiát küld az oroszlán jegyének, ez szerencsét hozhat, különösen, ami a szerelmi életet illeti. Mivel az oroszlán jegye a tűz eleméhez tartozik, és a kos jegye, ahol Merkur bolygó mozog, szintén a tűz eleméhez tartozik, itt most várható egy jó hír, vagy egy előnyös szerződés. A szűz jegye. A szűz jegyében nincs mozgás. Viszont van külső behatás. A nap küld energiát a szűz jegyének. Ez láthatóvá tesz valamit, vagy megvan a gyógyító erő, az életerő. Mars bolygó szintén energiát küld a szűz jegyébe. Valaki erőt ad neked, vagy közeledik egy férfi. Ami a kommunikációt illeti, ott más a vélemény, vagy ami a párkapcsolatot illeti, vannak még bizonytalanságok. Hiányzik a könnyűség. A mérleg jegye. A mérleg jegyében most nincs bolygó, viszont van külső hatás. Merkur bolygó tükröz valamit a mérleg jegyének. Itt kommunikációról van szó. Tehát nem csak elvárni azt, hogy a mások jelentkezzenek nálad, hanem mivel itt tükröződik valami számodra, az azt jelenti, hogy másoknak vannak elvárásaik, és várnak arra, hogy te jelentkezz. Itt kell az egyensúly. Szaturnusz bolygó szintén energiát küld a mérleg jegyébe, tehát itt rendeződnek a dolgok. Jupiter bolygó szintén energiát küld a mérleg jegyének, és ez szerencsét hoz, itt vannak lehetőségek, vagy egy bírósági ügy most lezárul, és megvan az esély arra, hogy nyerj ezen a peren. Ami a szerelmi ügyeket illeti, itt szerencse van most a mérleg jegyénél. A szkorpión jegye. Itt mozog Kétú, a lefele mozgó kármikus csomó. És ez utal a múltra, az emlékekre, az érzelmekre. A hold jó hatással van a szkorpión jegyére, hiszen a hold a rák jegyében van, a víz elemében, és a szkorpión jegye szintén a víz eleméhez tartozik. Ami a kommunikációt illeti, itt vannak még bizonytalanságok, félreértések, de ezt lehet tisztázni. Ami viszont a szerelmet illeti, Mars és Vénusz bolygó energiája nem előnyös a szkorpión jegyére. A nyilas jegye. Itt jelenleg nincs mozgás, nincs külső behatás. Viszont a szerelemben ott van a szerencse, hiszen a nyilas jegye a tűz eleméhez tartozik, Mars, Vénusz a vízöntő jegyében a levegő elemére utal, és a tűz eleme, a levegő eleme barátságban állnak. Egy jó hír is várható, vagy egy előnyös szerződés, hiszen Merkur bolygó a kos jegyében, a tűz elemében van, és a nyilas jegye szintén a tűz eleméhez tartozik, tehát itt megvan az összhang. A bak jegye.
A Bak jegyében mozog Plutó bolygó és Szaturnusz bolygó. Plutó bolygó hatása alatt most lezárhatsz valamit, adja a belső erőt is. És Szaturnusz bolygó, a sors bolygója, azt jelenti, itt lesznek sorsdöntő változások. Mars és Vénusz bolygó, a szerelem bolygója, mindkettő, az egyik a férfias, a másik a nőies energiára utal, ott van a szomszédban, és ez utal a közelségre, a bizalomra és a könnyűségekre. Ami viszont a kommunikációt illeti, vagy szerződéseket, az most nem előnyös a Bak jegyénél. A vízöntő jegye. Itt mozog Neptun bolygó, és utal az álmokra. Ha hiszel ebben, akkor ez az álom megvalósul. Itt mozog Jupiter bolygó, szerencsét hoz, lehetőségeket ad. És itt van Mars és Vénusz bolygó, tehát itt a szerelem áll most a középpontban. Lehet egy jó hír is, hiszen Merkur bolygó jó hatással van most a vízöntő jegyére. A halak jegye. Itt van a nap. És a nap megvilágít valamit, láthatóvá tesz valamit. Itt érzelmekről van szó, hiszen a halak jegye a víz eleméhez tartozik. A hold is jó hatással van most a halak jegyére, hiszen a rák jegyében van, és az is a víz eleméhez tartozik. Szaturnusz bolygó energiát küld most a halak jegyének. Itt lehetnek sorsdöntő változások, vagy valami megvalósul, tisztázódnak a dolgok, tudod rendezni. Ami pedig a kommunikációt illeti, a Merkur bolygó a kos jegyében, ott van a szomszédban. Tehát jó hatással van a halak jegyére. És a szerelemben is szerencse van, hiszen Mars, Vénusz bolygó szintén a szomszédban van, és ez is jó hatással van a halak jegyére. És én kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderá!